Jelentősen emelkedtek az ingatlanárak a 2022-es évhez képest, januártól azonban visszavett a tempóból a lakáspiac. A kereslet mintegy 40%-kal csökkent országosan, vagyis ennyivel kevesebb adásvétel zajlik az egy évvel korábbi adatokhoz képest. Ezzel szinkronban a négyzetméter árak is visszaesést mutatnak, nem csak országosan, hanem vármegyei szinten is. Éves szinten még mindig 20%-kal többet érnek a vármegyei ingatlanok, legalábbis ami az ingatlanok átlagos négyzetméter árát illeti, de hogyha januárhoz képest viszonyítjuk az árakat, akkor egyértelműen látszik, hogy megállt a drágulás, és januárhoz képest már csak 3%-kal kerülnek többe az ingatlanos szaborszat már bereg megyében, mint mint januárban. Ha a számok nyelvére lefordítjuk a változásokat, akkor ez azt jelenti, hogy például Nyíregyházán, a Vármegye székhelyen a használt lakások átlagos négyzetméter ára 532 ezer forint, ami alig 3%-os emelkedés januárhoz képest. A Vármegyében akadnak kivételek is, ahol még idén is két volt a drágulás. Igaz ez Kisvárdára és Nyírbátorra, ahol idén májusban 337 ezer, illetve 259 ezer forint volt az átlagos négyzetméter ár. A drágulás üteme Máté Szalkán és Nagykálóban is meghaladja a vármegyei átlagot. Előbbinél 315 ezer, utóbbinál 210 ezer forintos négyzetméter árak jellemzőek. A kereslet csökkenésével arányosan emelkedett a kínálat, ami a vevők számára több szempontból is előnyös lehet. Ami a vevők számára még érdekes lehet, az az, hogy őrületes mennyiségben és arányban nőtt a kínálat. Országosan ugyanis 40%-kal több eladó lakó ingatlanból lehet válogatni, Szaborszat már Bereg megyében pedig legalább 30%-os a kínálatbővülés mértéke, ami azt jelenti, hogy több ezer olyan ingatlan került most a piacra, ahol a vevők vannak most pozícióban, ami azt jelenti, hogy mivel kevesebben érdeklődnek az eladó lakások iránt, nő a vevők alkupozíciója. Ez is a korábbi 4-5%-ról már 8-10%-ra növekedett átlagosan, és így aki most vevőként keresgél a vármegyei lakáspiacon, valószínűleg meg fogja tudni találni a számításait, még akkor is, hogyha a, a lakáspiaci lassulás nagymértékben annak köszönhető, hogy az egyre inkább elszabaduló infláció miatt az hitelkamatok kamatok szintje is jelentősen nőtt. 2021. májusában 2-3 százalékos kamatszinten mozogtak a lakáshitelek, ezzel szemben most 10 százalék fölött járnak az átlagos hitelkamatok. Emiatt a hitelfelvételi és a lakásvásárlási kedv is jelentősen csökkent. Fordulatot az hozhat, ha az infláció csökkenésével a hitelek kamatai is csökkennek majd.